sziasztok, itt is lennék akkor a Grapple Buildemnek a végső post-underworldos verziójával. Le kell szögeznem az elején, hogy a 2.0-es verzióhoz képest, ami ugye még Wizon működött, nem nagyon változtattam semmit, nyilván egy erősebb scrollt raktam be, erősebb a fegyverünk, meg a páncélunk is, ugye 200 plusz 99, a buff készletünkhöz hozzáadtunk egy új ninjutsu buffot, a Last Gambit Pilt, ami leviszi a HP-nkat 30%-ra, cserébe ad egy Sawpurge kaliberű, tehát egy olyan durva 40-42%-os buffot, illetve normál grapple helyett a nagyon-nagyon felszúrt HP-ú lila bossok ellen a yokai shiftes grapple-t alkalmazzuk. Ez egy olyan mechanika, ami hát már régóta benne van a játékban, én nem is tudom, hogy eddig mi a szarért nem használtam, pedig korábban tudtam már róla. Annyi a lényege, hogyha az ellenfél grapple-özhető állapotban van, grapple gombja helyett azt a gombkombinációt nyomod meg, amivel lényegében transformolsz yokai shiftbe, persze ehhez az kell, hogy az Amrita gauge-ed maxod legyen, nem ragozom tovább akkor a dolgokat, szerintem vágjuk is bele. Mivel már ott tartunk, hogy ez ugyanannak a buildnek a harmadik verziója, ezért most nem fogok már részletesen kitérni mindenre, gyorsan átrohanok majd a lényegesebb dolgokon, ugyanis még másról is kell beszélnem, hogyha esetleg a demo videóban nem tűnt volna fel valakinek, kétfajta yokai shiftes grapple-t csináltam, egy fantomosat és egy brutosat, ebből arra lehet következtetni, hogy két set összeállítást használok egy stat elosztáson belül. Most az alap korábban használt verziót mutatom be. Karterén annyi a változás, hogy még egy star effektes melee key damage-eset tudtam találni, illetve remodel helyett most remodel terén Constitution Heart A-A helyett most Constitution Strength A-B. Így egy kicsikét, egy árnyalatnyival rosszabb az attack ratingünk, viszont az Ultimate Strength egy 20 milliószor hasznosabb stat, mint az Ultimate Heart, majd a scrollnál kitérek rá. Másodlagos fegyvernél pedig Grace Inheritance-et alkalmaztam Magatsuhis Grace-re, mert Saruta Hikósom nem volt. Erre azért van szükség, mert ugye összesen 11 darabot használhatunk. Set bónuszoknak, meg grace-eknek, meg ilyesmi. Ugye kell 3 darab Tyra, illetve 5 darab Susanoo. Mégpedig azért, mert a scrollon már van Mystic Dyad Dual Swords-om, ezért a Mystic Dyad Aura rohadtul nincsen szükség, mert ez a build már szinte csak Dual Swords-ot használ, sőt nem csak szinte, konkrétan csak dupla katonát. Tehát mellé még befér pár másik grace is. A korábbi Amaterasus Wise-os accessorimat használom, plusz HP miatt, illetve még 2 darab Magatsuit, plusz 1 anima miatt, a Saruta Hiko az jobb, mert az plusz 2 animát ad. Tehát az accessorik azok például ugyanazok, mint a korábbi verzióba. Távolságik is ugyanazok, legyen rajta damage bonus agility, meg az egyiken, hogyha van stalwart, aiming range weapon, az jó. Páncél darabok is totálisan ugyanazok. Annyi a különbség, hogy most már heavy armoron is lehet melee és active skill key damage, és a melee és active skill damage sincs most már így lekorlátozva light armorra. A melee damage az például light armor exkluzív volt Daemonon és Wizon, illetve ezek is már nagyobb százalékba érhetőek el. Ezt a 4 statot, amit felsoroltam, akármilyen kombinációban, hogyha megszerzitek star effectbe a set darabokra, akkor igazából jók vagytok, örököltettek vagy arany vagy sima örökölhető stattal egy atakot, illetve még Antage Ninjutsut, és úgy körülbelül ennyi Antage Ninjutsut vagy Onmyo-t, illetve még a melvértre menjen egy life recovery, és úgy körülbelül ennyi. Accessorik, az lenne az ideális, hogyha mind a kettő lenne Melee vs. Zero Key és Melee vs. Purified, ugye a sokkal jobb lefedettség miatt elvégre a víz az nem megy föl néhány bossra, mint például Yoshitsune, Nightmarebringer, Ancient Nyotengu, stb. A Purity, meg a Corruption, mert ugye a másik verzió az Corruptionre épít majd mondom, hogy miért, azok meg szinte mindenre fölmennek. Scroll. Wise-ról egyből egy Scroll of the Damned-re upgrade-eltem. Volt rajta 2 kurva jó fixstat, amit használok. Az Ultimate Constitution, erről már beszéltem, hogy ha 70% HP-n vagyunk, vagy annál feljebb, akkor automatikusan visszaregenerálódik gyorsan a maradék, tehát nem árt nekünk a méreg semennyire, fél óráig is állhatok tűzbe, leteltem a kontrollert, elmehetek közbe kajálni, és a karakterem ugyanúgy ott fog állni full HP-n egyszerűen. Mellé még Active Skill Key Damage, ugye még mindig az a célunk, hogy a bossnak a kijét minél hamarabb lerugdossuk, tehát jó, hogyha van még erre plusz. Ultimate Magic, végre nem kell meghoznom azt a szar nehéz döntés, hogy most akkor gyorsan kasztoljam a magic-eket, vagy tartsanak tovább. Level 750-en belül több Ultimate-et is lehet használni, 3-at szerintem úgy minimum illik, meg 4-et is talán. Lehet, illetve az Ultimate Strength, azért váltottam ezt az Ultimate Heart-ról, ugyanis
több key visszanyerésre Stance Switch Key Pulse esetén nem igazán van szükségem, ugyanis elég gyorsan töltődik vissza a Kim Barrier talizmánnal, meg anélkül is. Anélkül nem annyira, de eléggé tudom menedzselni a staminám a Kimet annyira, hogy ne legyen erre szükségem. Az Ultimate Strength viszont kapott egy buffot is, most már nem csak azt tudja, hogy ha nem használsz Blessed Weapon-t, amin alapvetően van Purity, Imbue, akkor is visszatudod kipulzolni a blokkolt sebzést, hanem most már, hogyha Ultimate Strength-ed van, több key damage-et fogsz kiosztani. Kötelező a buildbe. És a Scroll of the Damned-eknek az egyedi sajátossága, ezek a Path of the valami statok. Ezek úgy működnek, mint a Bloodborne-ban a Cursed Gem-ek, adnak bizonyos téren és el is vesznek bizonyos téren. A Path of the Beast, amiért nekünk kell, az például azt tudja, hogy a yokai ability-eink, leginkább a Ghost meg a Nuppot szoktam még mindig használni, most már többet sebeznek és több key damage-et is csinálnak. A Gozuki eznek a segítségével konkrétan most már úgy működik, mint a nerf előtt. Viszont így a képességek több animába kerülnek. Erről majd fogok még beszélni. Spirit. Yumehamiről leváltottam a hóra, így 20%-kal kevesebb a melee key damage-ünk, viszont ennek a Guardian Spiritnek a talizmán animációja az egyszerűen zseniális. Amikor a két madár egy ilyen kis X-alatba odafesti azt a kis égető Purity hullámot, amely instant fölviszi a Purityt mindenre, yokaira és emberre egyaránt, még akkor is, hogyha Williamnek hívnak, vagy Minamoto no Yorimitsunak, ezt a Spiritet nem érdekli semmi. Mindenre föl fog menni a Purity. Plusz még a Purified Accumulation-ra kapunk 8%-ot, 7%-kal jobban bírjuk a sebzést yokai ellen, még Purified Enemy ellen kapunk 10% sebzést, illetve, hogyha éppen nem harcolunk, akkor töltődik vissza a HP-nk elég bitang nagy tételben, hogyha esetleg az Ultimate Constitution nem lenne elég. Soulcore-ok. Még mindig a Zero kis buildekhez jól megszokott Noobs, Gozula Bikanyak és Namahage Mester 3-ast használom. Ami az anima generálást illeti, kukáztuk a faszba az Unscathed Amritát, ugyanis arra jutottam, hogy ennél a verziónál, a Corruption-osnél meg nyilván, hogy a Corruption és a Purified, az Corruption és a Purity minden esetben föl fog menni mindenre. Tehát miért ne építsünk erre? Egy kóron legyen az, hogy anima bónusz enemy purified. Van különbség az enemy purified és a purified enemy között. Az enemy purified az arra ad egy nagyobb anima halmazt, hogyha fölvisszük a purityt az ellenfélre. A purified enemy pedig arra ad animát, hogy mennyit sebzünk egy purified ellenfélre. Nyilván, hogyha egy grappelt hajtunk végre, vagy valami erősebb támadást csinálunk, Sign of the Cross, Windstorm, vagy az új Spinning Dragon, amit még megtűzdeltem az Imperial Strike-kal, hogy még 50%-kal több animát generáljon, konkrétan a build fosni fogja az animát, hogyha használjuk az Archokai talizmánt, így mondjuk Extraction talizmához már nem igazán vannak kötve. Mind a három szókoron van anima, azonban, hogyha Magatsuhis Grace helyett Sarutahikót használtok, akkor az plusz egy anima, így akkor talán nem kell minden egyes korra rászedni. Ezt én így találtam, rohadt nagy szerencsém volt vele. Igazából, ja, a Namahagét is így találtam, a Nupepo pedig, hát igen, ott csak egy Purified Enemy kellett, egy másikon pedig volt örökölhető anima. Nem volt egyszerű, ugye az Ethereal kórokat, azokat már nem lehet Sudomari forgyolni, szóval hát addig kell farmolni az adott kórhoz tartozó yokait, amíg nem dobja azt, amit akarsz. Ebből durva, hogy a Gozuki annak ellenére, hogy egy boss az övét lehet a legkönnyebben beszerezni. Nupepo még mindig elég ritka, meg Namahagét se találsz minden bokorban. Corruption-ös verzió. Ugye, szép és jó ez az egész, de miért csináltam ebből egy másik verziót? A Puritisnek az az egy hátránya, hogy a hó az egy Phantom Guardian Spirit, és a Grapple Phantom formában a leggyengébb, Brute-ba a legerősebb. Na de mégis mi okom lenne használni egy Brute-ot csak azért, hogy egy kicsike plusz sebzést nyerjek? Mégis miért? Hát fölhívott egy régi ismerősöm, a Joel Blasting Cleavers, az azt mondta, hogy segít. Bizony, a Namahage most már nem csak egy jó szólkorral járul hozzá a buildünk sebzéséhez, hanem a dupla kardjával is. Amin van egy fix stat, hogy melee versus zero ki. Ezen és a Namahage Odachi-en kívül nem nagyon van talán olyan fegyver az új Scampus Fist-en kívül, ami még egy sebző stattal hozzájárul ahhoz, hogy erősebb legyen a fegyver, egy olyan sebző stattal, ami mondjuk nem ütközik az attack bónusszal. Mellette ott van a Corruption a fegyveren, tehát nyilván Purity helyett ezt kell használnunk. Kellett egy olyan accessori így, ami melee versus corrupted van, szerencsére volt egy ilyenem,
És mivel Corruptedet nyomunk, kéne váltani Spiritet, itt jön a képbe Baku, aki konkrétan Ho-nak a Corruption-ös verziója. Ugyanúgy kapunk Purity-hez hasonlóan Corrupted Accumulation-t, ugyanúgy 10% melee versus X-et, itt az X esetben Corrupted, meg itt még 10% Anima Charge-ot is, és ennek a Spiritnek a szorzója egy kicsikét offenzívabb, mint a Ho-é, 1.02 helyett 1.11, és ugye brutos, tehát nagyobbat sebzünk, plusz még legjobb esetben, hogyha a fegyver övékend állapotba vált, még az is ad egy olyan 7-8%-ot, viszont itt a hátrány az, hogy mivel elfoglalnak két helyet ezek, le kell mondanunk vagy a Star Effect-es Active Skill, vagy Melee Key Damage-ről, vagy Star Effect-es Life Drain-ről, én inkább a Life Drain-ről mondtam le, de összességében ez is egy totálisan játszható verzió. Annyi még, hogy itt nem kell Purification talizmán, mert ugye a Corruption alapvetően rajta van a fegyverünk, hogy nyilván az a jokájukra egy kicsit szarabbul fog fölmenni, mint a Purity, mert a jokájuk természetükből adódóan mégiscsak rezisztelik, nyilván, ez nem kamú, nem azt akartam múltkor mondani, csak azt, hogy igazából tök mindegy, melyiket használod, mert így is úgy is fel fog menni emberre és jokájra is mind a kettő. Pusztán azért, mert Bakunak is egy igen jó Guardian Spirit animációja van. A tapír elkezd fújni egy ilyen kis lila ködöt, ami amellett, hogy fölviszi a Corruption mindenre, még paralízist is nyomat. Nyilván ez nem veszi fel a versenyt a Ho-nak a Guardian Spirit animációjával, de legalább lepérítja a bosszokat addig, hogy tudjam tovább vagdalkozni őket. Embereket meg potenciálisan egyből előkészíti egy yokai shiftes grapple-hoz, hogyha lebénulnak. Yokaiuk meg legalább addig nyugton maradnak, amíg le nem tépem a kijüket nullába, aztán csókolom. Itt is itt vannak a megfelelő szókorok, hát itt már nem volt olyan egyszerű előállítani őket, Purity-nál még szerencsém volt, itt egy anima bonus Unscathed Damritán van egy enemy Corrupted, meg egy Corrupted enemy, ezt egy Corrupted enemy-re jó lenne kicserélni, de itt még nem volt szerencsém. Ez úgy nézett ki, hogy megvoltak a tökéletesített Purity-s kórok, és utána csapott be ez a villámbogyár, ez a kis ötlet így a fejembe, hogy hoppá, így ki lehet plusz sebzést hozni a buildből, hogyha átváltunk Brute-ra, meg Namahage Dual Blasting Cleavers, az jó van. Erre így végszóként annyit tudnék mondani, hogy mind a kettő verzió totálisan használható, nekem a Purity is alapvetően a kevesebb sebzés ellenére sokkal jobban tetszik, mert sokkal jobban rajongok a Phantom formáért, mint a Brute-ért szerintem. Egy milliószor hasznosabb a Ho Guardian Spirit animációja verhetetlen, meg itt jelen pillanatban jobb az anima generálásom, meg annak ellenére, hogy itt kell használnom Purification talizmánt, a Purity az nyilván könnyebben fel fog menni mindenre, de attól függetlenül a build mindkét formába szakít, ugyanúgy alkalmas arra, hogy bosszakat vásároljunk, ugyanúgy alkalmas arra, hogy végigmenjünk az Underworld-nak az összes szintjén, az összes Nethers képen, úgy, hogy minden egyes ellenfelet darabokra tépjünk, mert a grapple ezt csinálja a gyerekek. És ráadásul a normál ellenfeleknek nem feltétlen kell neki menni ebbe a hiperbuffolt formába, és hogyha már itt vagyunk, akkor térjünk ki a buffokra gyorsan. Ninjutsu terén ugyanúgy Flame Dragon, Thunderous Hell és Eight Cold Hells, illetve az új Last Gambit Pill. Ez 30%-ra lecsökkenti a HP-nkat, jó sokáig is tart, és nem ütközik semmivel, és egy Soul Purge-höz hasonló buffot ad 42%-ot. Utólag átszámoltam az összes többi buffot, mert múltkor ilyen fasságokat mondtam, hogy minél több buffot használsz egyszerre, annál inkább vesznek el egymásból, ez nem igaz. Nemes egyszerűséggel az vagy András Kalasa egyetemi diplomával a háta mögött, nem tud százalékot számolni értelmesen, az fals eredmények jöttek ki már nem tudom hogyan. A Versatility-nél is ott fogtam gyanút, hogy mindenki azt mondja, hogy ilyen 55%-ot ad, 50-60 ad nekem, 28 jött ki, és elkezdtem gondolkozni, hogy valamit én csinálok szarul. Újra számoltam őket, és na, mondom is akkor. On Mio. Archokai talizmán anima generálásra. Extraction Life Drain miatt, Earthfoldinggal most nem kell foglalkozni, Soul Purge 42%-ot ad, Carnage talizmán olyan 30-31-et, Barrier az a gyorsabb ki visszatöltődésre, és eltüntetjük a yokai elemeket, Slot boss lassításra, de hogyha szereznék egy olyan accessorit, amin van Slot on Mio Magic Hit, akkor erre se lenne szükség, hanem helyette akkor behetne az Impurity Transference, vagy tököm tudja, Purification talizmán, nyilván, hogy fegyverünk kapja a Purity buffot, hogy megkapjuk azt a milévies Purified enemy-t. Meg ugye a Purified és a Corrupted ellenfelek azok több kisebzést kapnak, tehát emiatt is fontos, meg annak ellenére, hogy ez a kettő nem számít elementnek, a Confusion-höz ugyanúgy hozzájárul. Amikről még nem beszéltem buffokról, ugye a Nupepónak a Berserk buffja így meg akkor 47%-ot ad, miután átszámoltam, a Versatility pedig 9 tekken 51%-ot, 8 tekken 39-et, 7-en pedig
31-et talán ezeket érdemes megjegyezni, és normálisan összeadódnak, véglegesen átszámoltam normálisan, és nem vesznek el egymásból a buffok. De nem is értem, hogy jött ki ez a hülyeség korábban. A klánt azt most nem fogom külön megmutatni, ugyanúgy Maeda, fix weakness effect, hogyha az ellenfelet grappelözöd, statok 200 constitution, 200 strength, 150 magic a 3 ultimate miatt, Dex az kapott annyit, hogy a max capacity-t ki tudjuk használni. Stamina az amiatt, mert félig-meddig heavy armort használunk, vagyis hát inkább 3/5 részben. A Tyra az még mindig az egyik legnehezebb szett a játékban, sőt konkrétan a legnehezebb. 70 helyett azért kellett most 81, mert remodelleztem a melvértet, hogy több legyen a súlya, de cserébe többet is védjen. Ez úgy még belefért. Courage-re is pakoltam egy kicsikét, hogy a ki visszatöltődésünk barrier talizmán nélkül az úgy normális legyen, illetve heart az pedig, hát maradékot beleöntöttem, azt úgy ennyi. Pont 70%-on vagyunk, és ebbe a leosztásba 18,3 animánk van, ugyanis 16 anima a minimum, amire szükségünk van. 16. Oké, hogy itt most azt mutatja, hogy ez 7-be kerül, ez pedig 6-ba, de a Path of the Beast miatt ez 9-be kerül, ez pedig 7-be. Tehát most már nem elég a 13 anima. Tehát nyilván egy Nupepo Gozuki kombó még mindig kelleni fog ahhoz, hogy egy megkapta buffot, és kicsebezzél, meg kettő, sok kicsebezzél. Tehát így végül is a fantomos formát használom arra, hogy átszaladjak az Underworldon, a Nethers képeket ezzel verem szét, hogyha pedig valami olyan lila boss ütök, ahova tudom, hogy nem lesz elég a fantomos grapple, oda Brute. Ja, meg amúgy másodlagos Spirit Ho, az extra 4% high attack damage miatt. Skillek. Nem igazán történt semmilyen változás, azokban most nem megyek bele. Az egyetlen újdonság az az, hogy Cherry Blossom helyett Spinning Dragon-t használunk, ez a skill valami állat. Az 1.21-es patch-en legalább már kapott egy kis trackkelés, tehát nem az van, hogy luftot fogunk ütni, hogyha az ellenfél kimozog az útból. Talán még a kuszának a Renegade Dragon skill-je működik hasonlóan szarul, még jó, hogy ezt legalább patchelték. Olyat sebez, mint Sign of the Cross és egy Windstorm egyszerre, amellett veri konkrétan a Windstormot és a Double-Headed Slice-ot anima generálásba is, ezért pakoltam rá az Imperius Strike-ot, és körülbelül ennyi. Na és akkor egy kis, rövid, egyéb megvalósítások rovat a videó végére. Ugye, ahhoz, hogy ilyen grapple damage-et produkáljál, mint én, ahhoz kötelező a versatility használat, és nyilván arra kell törekedni, hogy a 9 stack az legyen meg. Nyilván ez belassítja a kill időt, nem is kicsikét, ugyanis dupla bosshoz scrollok, nyilván az első gyengített buffal nem rendelkező dögön kell felsztekkelni magad, hogy a későbbi lila dögöt, azt a lehető legnagyobb erővel basz pofán. Ez mondom lassít a kill időn, sajnos a versatility ilyen, plusz számoltam azzal, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek fekszik, ezért a két másik verzióból megvalósítottam az egyiket, mégpedig full Tyra plusz full Ninigis Grace. Szerintem a három verzió közül ez a legkönnyebben játszható. Nem csak az, hogy körülbelül sokkal több key damage-et fogunk csinálni, mert visszatérünk itt a Yumehami Spiritre, azaz konkrétan egy darab God of the Wind kombóban már le tudod rúgni majd, hogy nem a Yokai bossnak a kijét, ugyanis ez a Grace a Finishing Flare bónuszra épít. Ez veszi az összesített, összeadott kisebzésedet, a Tyrából is jön még 15% strong attack key damage, meg plusz Finishing Flare itt is, ez összesítve AA+. Ez ad egy sebzés bónuszt az összesített kisebzésedre, abban az esetben, hogyha éppen zero kis ellenfél ellen támadsz, final blowzol vagy grapplözöl. Kipróbáltam, sokkal könnyebben játszhatóbb, mert nem kell a versatility-vel tökölni, viszont nem vagyok benne biztos, hogy a kill időn annyit fog gyorsítani, ugyanis itt nem lesz elég egy grapple, ugyanis ez az összesített finishing flare nyilván nem ad 51%-ot. Nem tudom, hogy mivel van egyenértéken, talán a versatility-nek az ilyen 5. 6. stackjével ilyen 20-valahány százalékot, de egy picikét csalódtam benne, azt hittem, hogy többet fog adni. Tehát mondom, nem hiszem, hogy gyorsabb lesz a kill időd, ugyanis itt két grapple kell, de legalább gyorsan megteszed. Confuse-olod a boss, begrapplözöd, utána megint elkezded rugdosni, esetleg a második grapplöd már lehet jokály shiftes. Itt annyi a hátrány, hogy több pontot kell pakolni staminába, hogyha úgy akarod megcsinálni, hogy full Tyra és Water Buffalo Horn Helmet, ugyanis az végig heavy armor és a Tyra nehezebb, mint a Bankeyset. A Tyra a legnehezebb szett a játékba. Tehát egy ilyen alsó hangon 140 stamina kéne. Ha pedig úgy döntesz, hogy Tyra sisak és max equipment weight-es veteran kuirasz, akkor is egy ilyen 100 stamina kell körülbelül, de a fegyver amúgy ugyanaz. Tehát azt mondom, hogy kicsikét könnyebben, sőt nem kicsikét, sokkal könnyebben játszhatóbb, de cserébe
ugye kevesebb bunkáért kevesebb sebzés jár, szerintem ez így arányosan jól van megoldva. Én ugye itt a max sebzésre mentem, ezért maradtam a Susanoo-nál. Plusz van egy másik verzió is, amikor a Tyra mellé Susanoo helyett teljes Izanagi's Grace-et. Gyorsan megmutatom azt is, mert talán van Izanagi's cuccom. Na, ez ad Purified ellenfél ellen 30% sebzés, de nem ez a lényeg, hanem ez a Cleansing Prayer. Háromszor kell Yokai Realmet purifyolnod. Ezt megteheted úgy, hogy Barrier Talizmánnal a boss fight előtt átszaladsz három Yokai Waterpotból kiszabadított Yokai Realmen, vagy földbe lősz egyet a Tatari Mokkes Yokai Ability-vel, ugyanis ez a Cleansing Prayer harmadik stacken ad egy kb. 30%-os közelharci sebzést. Ez így önmagában nem rossz. Viszont ez a Melee Damage vs. Purified ellenfél, ez a 30%, ez nem lesz 30% egy grapple-kor. Csináltam egy tesztet full mesztelen karakterrel, úgyhogy a Hoe Spirit volt bent, meg a Purified-os accessorim, a kettő összesen 30% damage-et adott Purified ellen, csináltam egy grapple-t egy normál Yoki és egy Purified Yoki ellen, és az a 30% az valójában 12% volt. Szóval ezek a Melee vs. X statok, ezek zero kis grapple-kor nem igazán úgy adódnak hozzá, ahogy kéne, szóval nyilván ez is könnyebben használható, mint a Versatility, de ez se sebez annyit. Talán egy kicsikét a Nindigi fölött áll, Let's Play Bátki kollega ezt valósította meg az én eredeti Vice-os Death Grip 2.0-ám alapján, tovább vitte, őt zaklassátok ezzel, ez az ő verziója, annak ellenére, hogy elején én is úgy voltam vele, hogy erre állok át, csak aztán ugye megcsináltam ezt a tesztet, az úgy voltam vele, hogy kevesebb sebzés, szóval nem kő. Végszóként így annyit szeretnék most mondani, hogy akkor így, hogy megvolt most már ez a hardcore grinding, hogy kész az Underworld, a Depths of the Underworld, kész az első build, ami konkrétan szerintem az egész Dream of the New-s játékomnak az alapja lesz. Elsőre mindenféleképpen egy ilyen buildet akartam, ami nem csak arra jó, hogy akkor egy HP-n szétbaszunk mindent, mint a jó öreg Neo 1-be, hanem hogy a normál ellenfelekkel is tudjuk normálisan megküzdeni, ne csak abból álljon a Netherscape, hogy átrohanunk minden ellenfélen, mert amúgy egy életképtelen a build normál játékra, és mindenki ránk fingik egyet, és meghalunk, stb. Nem. Nem ilyeneket akartam, ugye megvannak ennek is a hátrányai, hogy ugye a kill időnk lassabb a versatility miatt, de grapple sebzésre ez a legjobb összeállítás, a legnagyobbat sebző összeállítás. Még lehet rajta vinni 30%-ot, hogyha a Path of the Rootless-t használod, de az egy nagyon kockázatos játék, ugyanis sokkal több sebzés fogsz bekapni, szóval ezt gondolom itt hagyom a végére. Ezek után buildelés. Nem tudom, hogy milyen ütembe fogom pumpálni, srácok, ugyanis el kell kezdenem készülni az államvizsgámra, de annyit mindenféleképpen ígérhetek, tekintve, hogy a Yokai Shiftes build az még nem állt össze fejben, hogy a következő az egy Fistes build lesz. Az a fegyver most szuper forró a játékban, konkrétan a legmenőbb, mindenféleképpen akarok ráépíteni, a kombóira, stb., illetve Zero Key-be, vagy a Limitless One Punch-ra, vagy a Beyond Infinity nevezetű agyhalott spamre, ami konkrétan a legjobb DPS skill a játékba, hogyha jól tudod izőzíteni, szóval a következő build az valamilyen fisztes, kőkemény build lesz, de hogy mikor azt mondom, még nem tudom, össze kell rakni, lehet, hogy egy pár napba bele fog telni, de nem biztos, hogy most azonnal nekiállok, még ezt ki szeretném élvezni egy kicsikét. És így még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tekintve, hogy a Nioh 2 lesz az utolsó Nioh játék a sorozatba, remélem, hogy még fognak érkezni patchek, és ezt a játékot nem fogják csak úgy hagyni egy hatalmas, nagy, izmos, pofonos nerfel, mint az egyet. Mondjuk ez szerintem most sokkal jobb helyzetben van, mint az egy. Azért diverzitás még mindig van buildek terén, itt most nem hágta keresztül az egészet egy kritikál Yokai Shift, ami szétbassz minded, minden más pedig életképtelen, abszolút nem ez a helyzet, szóval sokkal jobban állunk. Basszassátok a komment szekciót, build-el kapcsolatban, vagy egyéb diós szakmai cuccal kapcsolatban. Én most akkor ezzel ennyit szerettem volna, kész az első build, remélem, hogy tetszeni fog. És akkor a következő build videóban találkozunk. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra!